Jazzkik a nyíregyházi Kossuth téren. Nem véletlenül kerültek a vízi járművek a belvárosba, itt tartották ugyanis az Európa-bajnokság második futamának megnyitóját. Magyarország 13 év után rendezhet EB futamot, amely a sorozat második állomása a portugáliai után és a horvátországi verseny előtt. Magyarországot 31-en képviselik majd a Leveleki tavon rendezett viadalon, amelyen 5 éremre számít a hazai szövetség elnöke, a 120 induló 13 kategóriában mérő összetudását. Állós kategóriák vannak, itt van férfi, női, illetőleg GP1, GP2, GP3-as, tehát ezek teljesítmény szerinti kategóriák, illetőleg runabout ülős kategóriák vannak, szintén teljesítmény szerint, illetőleg itt is van egy női kategória, valamint van a freestyle, ami egy nagyon hát egyedi, ugye egy versenyző van a vízen, és olyan akrobatikus gyakorlatokat végez a vízen, tehát mit tudom én, 5-6 pörgést, meg vízalámenést, amit az ember ugye a gravitációt ismerve nem is hiszel, hogy ilyet meg lehet csinálni. A sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy a fiatalok minél több sportággal ismerkedhessenek meg, legyen választási lehetőségük, akár a technikai sportok között is. Fő célkitűzésünk, hogy ugye mindenki sportoljon, ehhez megfelelő hátteret, feltételeket biztosítsunk, és hozzunk hazánkba nemzetközi eseményeket. Ugye az automotorsport rendkívül gyorsan és dinamikusan fejlődik, ezen belül a sportágazatai mindegyik, és ez az innováció, ami megjelenik itt ebben a sportágban, az tényleg minden gyermeket érdekel, minden családot, úgyhogy biztos, hogy nagyon nagy érdeklődésre tehetünk szert, hiszen ezzel is népszerűsíteni tudjuk ezt a rendkívül népszerű egyébként a világban sportágat. A rendezvényre több ezer nézőt várnak. Levelek polgármester elmondta, hogy felkészültek a versenyzők is az érdeklődők fogadására. Több mint fél éve készülünk már a rendezvényre, mindent megtettünk azért, hogy tökéletes körülmények fogadják a versenyzőket. Nagyon jó az együttműködés a szervezőkkel, az Országos Jazzki Szövetséggel. A terület előkészítve gyönyörű minden, a táj gyönyörű, ha másért nem, akkor megéri ezért kijönni. A pénteki rajzsorrendet meghatározó edzéseket követően szombaton reggel 9 órakor, illetve délután 14:30 kezdődik a program. Vasárnap 11 órától 16 óráig láthat éles futamokat a közönség, a verseny pedig a 17 órakor kezdődő díjátadó ünnepség zárja.